Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Napira YouTube csatornájának kedves nézőit, én Gavra Gábor vagyok, ez az ellenző című visorunk, a szokásoknak megfelelően nagy Attila Tiborral üdvözlöm. Jó napot kívánok! Nagyon remélem, hogy a parlagfű szezon, ami egyébként bizonyos szempontból kapcsolódik a mai adásunkhoz, nem fogja itt szabotálni a, a, a mai felvételt, és a magyar állam működéséről fogunk beszélni, amelynek egy icipici része az, hogy Magyarországon egyszerűen képtelenek vagyunk eltüntetni a parlagfüvet, de rengeteg más része, és ennél súlyosabb részei is vannak. Részben a utak állapota, amiről már volt szó, részben a vasút állapota, amiről az elmúlt napokban nagyon sokat beszéltünk, de nem ebben a műsorban, úgyhogy most erről fogunk beszélni, illetve arról, és szerintem kezdjük ezzel, hogy alkalmas állapotban van-e Magyarország és Budapest arra, hogy olimpiát rendezzen, illetve egy olimpiai rendezés az alkalmasabbá teheti -e az országot arra, hogy előrébb lépjen, illetve fölzárkozzon Nyugat-Európához. Egyáltalán cél ez? Hogy látja? Kezdjük szerintem az olimpiával, és utána majd ráterünk a Mávra. Én hadd kezdjem egy kicsit a palakfűvel, mert ez megütötte az imént a fülemet. Elkesérítő, hogy Magyarország. A arra nem képes, hogy ezt a problémát jelentősen enyhítsa vagy megoldja. Tehát vannak ismerőseim, akik mesélik, hogy elmennek külföldre, nyugati, egy nyugati országba, és valahogy a parlagfű allergiájuk megszűnik, vagy jelentősen enyhül. A parlagfű kérdése a, a, magyar politikában már az 1990-es években téma volt. A Semre, Semmeci Gabriella előterjesztést is nyújtott be a parlamentnek. Mondom, 1990-es évek második feléről beszélünk, hogy ezzel történjen már végre valami. Számos politikus nyilatkozat volt a tekintetben, hogy Magyarországon a parlagfű helyzet tűrhetetlen. Aztán úgy látom, hogy nagyjából minden annyiban marad, hogy születtek különböző koncepciók, törvények, hogy írtani kell a parlagfűvet, aki nem teszi, azt megbüntetik, de valahogy én attól tartok, hogy nem nagyon tudunk előrébb jutni egyről a KEP 2 ami a füvet illeti, és kormányok jönnek-mennek, nagyjából hát a probléma ö, megmarad, ami a pallak fronton, szóval ö, számomra felfoghatatlan, hogy hogy nem tudunk ezzel mit kezdeni, de hát úgy látom, hogy a magyar nép olyan különleges agyagból van gyúrva, hogy olyan vezetőket választ, akik nem tudnak ezzel a problémával megküzdeni. No hát ha van egy ilyen, hogy mondjam, legyőzhetetlen mumus és ellenség az életünkben, mint a parlakfű, amit én, az saját konkrét emlékeim, azok addig terjednek parlakfűgyben amikor 1996-ban. A Pécsi Egyetem Gólyatáborában, a Balatonnál, majdnem megfulladtam a, a pallafű allergiától. Hmm. Nem voltak egyébként olyan botrányos életek a Gólyatáborban, mint mostanában szoktak lenni, mondjuk a BMG Gólyatáborában. Tehát a pallafűn kívül, kívül nem volt igazából semmi gond, de ugye ez, hát, ki sem mondani, hogy hány évvel ezelőtt volt, és a 28. És az a helyzet, hogy azóta, most például a családdal a Velencei tó körül ringáztunk a hétvégén, és ott megint nem ilyen durván, de azért nagyon-nagyon keményen előjött a, a, a parlagfű allergiám, ami azt jelenti, hogy tele van parlagfűvel a környék. Itt Budapest környéken is e, jártunk, magában a városban egyébként ez kevésbé érzem, él legalábbis problémának, mm -hmm. de nyilván egyszerűen azért, mert kevesebb az öltörület, de például az agglomerációban szintén nagyon súlyos probléma a parlagfű, tehát olyan egyébként be, tehát bevetett, megművelt ö, földeket láttam, ahol a kukorica között ö, tör fel a parlakfű, amit egész egyszerűen nem is értek. Hát ugye a parlakfű ö, a, éppen az ön mostani előadásából is kitűnik, hogy ez nem pusztán szépészeti probléma, hanem egészségügyi probléma, méghozzá nem jelentéktelen probléma. Elég sok embert érint többé vagy kevésbé Magyarországon a parlakfű. Terjedésének a hátrányos következménye, nehezebb légzés, adott esetben még komolyabb egészségügyi következmények. Tehát ezt komolyan kéne csak engem tényleg elkeserít, hogy már, már vagy 30 éve, vagy 25 éve küzdünk ezzel, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ö, számomra felfoghatatlan, hogy ebben miért nem tudunk érdemben előrelépni. Nem értem. Illetve ha akarom, akkor értem. Én attól tartok, hogy a mindenkori állami szervek részéről, és akkor mindjárt rá tudom ezt kapcsolni a vasutak témájához is, mert hogy az is hosszú évtizedek óta, hát finoman szóval nincs rendben. Tehát, tehát egyszerűen vagy nem, törömtő, nem törődömség van, vagy felkészületlenség, vagy mind a kettő. Kétségtelen, hogy erre is azt tudom mondani, hogy a Fidesz a parlakfű problémája ellenére tudta megnyerni az országgyűlési választásokat az elmúlt 14 évben, és azt is hozzá kell, hogy tegyem, hogy eddig egyetlen egy jelenségi párt sem volt képes arra, hogy a parlagfű a kormány felelősségévé tudja tenni, és be tudja bizonyítani, hogy a parlagfű ügyében azért nem tudunk előre leépni, mert az állam itt is tehetetlen és csődöt mond, impotens, tehát... Jó, nyilván nem akarom minden felelősséget a kormányra kiporciózni, meg a hatóságokra. Nyilván itt, a, hogyha egy magánszemélynél van, vagy egy magáncégnél van parlagfű, akkor azért mégsem a kormány tehetjük felelőssé, hanem azt a magánszemélyt vagy céget. Tehát nyilván itt a társadalmi kultúrában is változtatni kell, de Hát sajnos lehet hallani arról nem egyszer én is, hogy bizony például a mávnak sem mindig sikerül a füveti időben eltávolítani. Voltak erős sajtótudósítások még. Pedig a hát a állami, állami terület nem nagyon... Hát van. igen, tehát, tehát, tehát azt, amit elvárhatunk mi állampolgárok az, hogy ami az állam hatókörébe tartozik, ami állami ingatlan, állami mezőgazdasági terület, legalább ott tegyen rendet, és... Bo bocsánat, bocsánat azért azt is elvárhatjuk az államtól, hogy hogy ha az egy, hogy mondjam, az egy, alapelv, hogy állami és magánterületekről a parlagfüvet ki kell írtani, akkor igenis az adott terület tulajdonosán hajtsa ezt be. Tehát ugyanúgy, ahogy mondjuk behajt egy, egy cégen vagy egy magánszemélyen adótartozást, vagy járuléktartozást az állam, ugyanúgy ki lehet kényszeríteni. Hát azért az egyes területeknek lehet tudni, hogy ki a tulajdonosa, hogy ki a az a természetes személy, aki mondjuk egy, egy cég mögött áll, akinek a... a, a Igen, keretőt, csak lehet, hogy... hogyha ezt jobban elkezdeni az állam behajtani, akkor az adott kormány népszerűsége túlságosan csökkenne, és akkor azt mondja az állam, hogy Á, ez kényes téma, ne menjünk bele. No, ezzel, ezzel is lehetne vitatkozni, mert egyébként egy csomó tekintetben nem, nem állítom feltétlenül, hogy az Orbán kormánynak köszönhetően, de részben igen. Részen meg a digitalizációnak köszönhetően valószínűleg előrébb lépett Magyarország. Egyszerűen a gazdaság nyilvánvalóan fehéredett, tehát jobban be lehet hajt ugye az online pénztárgépeket. Tehát bizonyos területeken az állam jobban tudja érvényesíteni én, én a akaratát. nem is arról beszéltem, hogy most technikailag ez kevésbé lehetséges ennek a behajtása, hanem lehet, hogy nincs hozzá politikai igen. akarat. Egyébként önnek abban igaza van, és. Most jó hosszan fogunk beszélni a vasút problémáiról, meg annak a politikai vonatkozásairól, de azt említsük meg a teljes kép érdekében, hogy a magyar állam, ami, és különösen amiben az Orbán kormány jó volt, és bárki kerül kormányra 26-tól, vagy marad az Orbán kormány, ezt folytatni kell, az a közszolgáltatások digitalizációja, az adóbevallástak az elektronikussá tétele. Tehát ma már lényegesen könnyebb azt gondolom egy magánszemélynek adóbevallást elkészíteni, mint akár a 2000-es években, hiszen ugyan azt az ígéretét nem tartotta be a kormány, hogy alátétel, sör el lehet intézni, nem tartotta be ezt az ígéretet, jobbat csinált a kormány ennél, hanem, hanem elektronikusan, egész kényelmesen be lehet nyújtani, sőt arra is van lehetőség, hogy a polgár, hogyha valamilyen kérdése van, akkor felhívja az adott, az adóhivatal adott ügyfélszámát és tanácsadást kérem, hogy hogy kell kitölteni ezt. Ebben volt részem, tehát azért is tudok erről viszonylag részletesen beszélni, meg szerintem azok az egyéni vállalkozók vagy magánszemélyek, akik adóbevallásra kötelezettek, hát szerintem a legtöbb ember ma már elektronikusan készíti el, már csak azért is, mert ma már az adóhivatal, például a t maga állítja össze annak az adóbevallását. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar kormány elmúlt 14 évét nem érdemes teljesen becsülni, ami az állam megszervezését, a közszolgáltatások megszervezését illeti, Viszont, ha akár az egészségügyre, akár a vasúti szolgáltatásra, vagy akár az oktatási szolgáltatásra gondolunk, sajnos problémák tömkelegével kell, hogy szembesüljön. Összefoglalva megállapíthatjuk egyébként, hogy a, a NAV és kormányablak kombó, az Magyarország annak minden előnyével, és már itt állampolgári szempontból minden előnyével és hátrél, az a legjobban működő. Igen, része sőt, az még hadd fokozzam még azzal, hogy Magyarországon az internet sebesség az nemzetközileg jó. Tehát jónak számít, biztos, hogy jobb, mint Németországban, ezt azért meg kell, hogy jegyezzem például. Tehát általában megbízható, általában a lefedettség is viszonylag széleskörű. Nem mondom, hogy mindenütt tökéletes, de ha megnézzük akár nyugat-európai országokkal összevetve, Magyarországnak éren nincs mit szégyenkezni. Ez azért is fontos, hiszen a cégeknek ma már alapvető, különösen azoknak a cégeknek, amelyek online végzik jelentős részben a, kereskedelmük, a kereskedelmükkel. Nekik nagyon fontos, hogy megbízható internet sebesség legyen az adott országban. Magyarország ezt tudja biztosítani ezeknek a cégeknek. Tehát Magyarország versenyképessége szempontjából is fontos, hogy például az internet ellátottság, az internet sebesség az Magyarországon nemzetközileg jónak számít. No, de akkor nézzük meg, hogy Tud-e, és ha nem tud, akkor miért nem tud mit kezdeni a magyar állam a legnagyobb, egyik legnagyobb állami mm. mával, és annak a, hogy mondjam, a hardware részével? Meg, meg az is egy kérdés, és ugye ma is volt egy, keddelmesszük fel az adást, mm -hmm. augusztus 27-én, a szokásoknak megfelelően ma is volt egy Lázár Vitézi csörte ebben az ügyben, és Lázár János, el leírta a Vitézi Dávidnak címezre, hogy azért nem lehet az ő két éve tartó miniszterségén számon kérni a vasút több évtizedes problémáit. Ami nyilvánvalóan így van, csak az a kérdés, hogy hogy merre lépett, vagy merre, merre indult el az elmúlt két évben a Máv? Ja, abban Lázár Jánosnak igaza van, hogy a vasúti közlekedés probléma tömege, tömegről talán még nem kell beszélni, de probléma tömkelegéről igen, az nem az önminiszterségével kezdődött, sőt, hát hozzábértők meg is írták már nem egyszer, hogy tulajdonképpen a kádárrendszerben kezdődött ennek az egyértelmű leromlása, Ugye 1968-ban kezdték el visszanyesegetni. Igen, el, az -e. első mellékvonal bezárások onnantól kezdődtek valóban, és hát a Kádár, -Kádár rendszer évtizedeiben elfelejtették kellőképpen fejleszteni a vasúti szolgáltatást, és aztán jött a rendszerváltozás 1989-ben is, Ja, az Andal kormánynak azt kell, hogy mondjam, hogy kisebb gondja is sokkal nagyobb volt annál, hogy a vasútra figyeljen, hiszen az államcsődöt kellett elkerülni. Aztán jöttek az újabb és újabb kormányok, és valahogy én azt láttam, hogy egyik sem volt szívügye. A vasúti szolgáltatás fejlesztése holott már akkor is lehetett volna tudni, hogy a vasútnak megvan az az előnye például a buszközlekedéssel szemben, hogy egyrészt több ember fér rá, Másrészt környezetbarátabb, többnyire környezetbarátabb, nem mondom, hogy mindig, de azért legtöbb esetben azért a vasút összességében kevésbé terheli meg a környezeted, és hát kényelmesebb is. Tehát nem véletlen, hogy amikor a vasút hosszú évekkel ezelőtt már kitalálta, hogy bicikliket is fel lehet rárakni, akkor jó néhányan éltek ezzel a lehetőséggel Magyarországon. Tehát a vasútnak számos előnye van, én nagyon vasútpárti vagyok egyébként, de az az igazság, hogy a kormányoknak különösebben nem volt fontos, Politikailag úgy érezték, hogy fontosabb az autópálya fejlesztés. Nagyon jól emlékszem azokra a vitákra, illetve politikai kezdeményezésekre, amelyek azt szolgálták, hogy például az autópályát, minél inkább szabolcs szatmár megyéig terjesszék ki, illetve egészen Nyíregyháza, máté a fehér, hát nem de úgy máté a környékéig menjen a, a, az autópálya is, hogy tényleg Magyarország határvidékei közül minél többet érjen el az autópálya. Ez fontosabbnak tartotta az akkori kormányzat, mint a vasút fejlesztését. Tulajdonképpen elmondható, hogy Magyarország közútjaiból az autópályák elterjedtsége talán már elfogadható szinten van. A, a minőséghez nem nagyon tudok hozzászólni. Azt látom, hogy. Én hozzá tudok szólni, és az de. a helyzet, hogy, 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 hogy minthogyha azzal nem számoltak volna egyébként az egymás követő kormányok, hogy a megépült hálózatot karban is kell tartani. És itt visszacsatolnék oda, amit ön mondott, hogy nem csak több ember fér el, és nem csak környezetkímélőbb a, a vasút, hanem tartósabb is. Tehát a, a, egy vasúti pálya az tovább bírja felújítás, vagy pláne nagy felújítás nélkül, mint egy autópálya szakasz. Ezt egyébként szerintem a kedves nézők, hogyha megosztják velünk a tapasztalataikat a, uh -huh. a magyar autópályák minőségével kapcsolatban, nagyon hálásak leszünk. Az a helyzet, hogy a, a hát emlékszünk rá ez ilyen 20-25 év alatt megépült, vagy kibővült magyar autópálya hálózatnak már az újabb szakaszai is, Na, egészen a állapotban vannak. Hát az biztos, hogy arra, az biztos, hogy, hogy a magyarországi közúttak jelentős része lehetne jobb állapotban is. Általában egyébként az a tapasztalat, hogy a szegényebb videjékeken rosszabbak szoktak lenni a közutak. Most nem az autópályákról vagy autóútokról beszélek, hanem az alacsonyabb forgalmi utakról, ami nem pusztán szépészeti probléma, hiszen hogyha egy adott térségben rosszabbak az utak, akkor természetesen a cégeknek is kisebb kedvük lesz oda beruházást alokálni. És akkor természetesen kevesebb lesz a munkalehetőség. A Szaborszakmán Bereg megyeig tartó autópályához még annyiban hadd térjek vissza, hogy annak idején azért is szorgalmazták, hogy minél hosszabb ideig terjedjen az autópálya, mert hogy akkor több lesz ott a munkahely. Ehhez képest akár Békés megyéről, akár Szaborszakmán Bereg megyéről azt lehet mondani, hogy továbbra is az országos átlagtól gazdaságilag, társadalmilag leszakadott mind a két megye, de említhetném Borsodabba, hogy Zemplén megyét is. Tehát nem elég ugye az autópályát meghosszabbítani, ez a korábbi kormányzati ciklusok tanulsága, minden esetre, tehát azt láthatjuk, hogy abban Lázának tehát igaza van, hogy az elmúlt 30 vagy 35 év, én tovább mennék, ugye az elmúlt 60-70-80 év számos mulasztása, hibája okozza azt, hogy a magyarországi vasúti közlekedés nagy része meglehetősen rossz állapotban van, és akkor, hogy rákonyarodjunk végre a keleti pályaudvaros balesetre, azt kell, hogy mondjam, hogy számomra a képek döbbenetesek voltak. Amikor először láttam, azt mondtam, hogy én félek. Félelmetesek azok a képek. Tehát, hogy sokkal nagyobb baj is lehetett volna, hogyha mondjuk összeütközik az a két vonatszerelvény mondjuk egymással. Ugye a hátulról jövő mozdony az előső vonatszerelvényel, amely már amúgy is meg volt billentve, nagyon nagy szerencse, hogy a mozdonyvezetőnek volt annyi lélek jelenléte, hogy... Ezt akarta mondani, hogy szerencse, és, és hát emlékezzünk meg itt arról a, a mozdonyvezetőről, aki ezzel a, a hogy higgat volt, professzionális volt, és messze az elvárhatónál jobban hát, teljesített egy extrém helyzetben, emberek életét mentette meg. Ez bizony így van, tehát láttam, ugye az egyik utas videóját is meg lehetett a Facebookon nézni, és tényleg tudom ajánlani mindenkinek, mert abból a videóból világosan látszik, hogy mindössze néhány méterre volt a másik mozdony, amely bele is rohanhatott volna már az amúgy is megbillenőben lévő vonatszerelvénybe, tehát nagyon-nagyon súlyos volt a helyzet. Ehhez képest Lázár János kezdi posztja, nem mellesleg, vagy két napot várt ezzel a poszttal, semmiféle ilyen megbánásról nem tanúskodik. Tehát, hogy elkezdi megint támadni Vitézi Dávidot, aki azóta már reagált erre. Tehát Elkezdi támadni Vitézi Dávidot, Lázár János miniszter, de arról, hogy azért neki hát minimum politikai felelőssége van, hogy kialakult ez a vasárnapi baleset, arról semmi szó nincs holott, hát ö, könnyen lehet, hogy majd a vizsgálat azt fogja megállapítani, hogy hogy a vágányokkal, sinekkel, vagy esetleg a váltókkal volt valami gond, vagy ideje volna tényleg komolyabban felújítani. Vitézi Dávó így legalábbis szokott ezekről írni, és hát az, hogy nagyon sok helyen lassú jel van, hogy sok helyen lassan közlekednek a vonatok, az minden esetre is ez szerintem nem kell műszaki zseninek lenni, arra utal, hogy bizony a sinek véletlenül nincsenek túl jó állapotban. Én kifejezetten szomorú vagyok, hogy Magyarországon ilyen állapotban van a vasúti tömegközlekedés. Mondom, az elővárosi részt talán mondhatjuk úgy elfogadhatónak, de, de ha arra gondolok, hogy szinte ünnepelnünk kell, hogyha. Magyarországon a vasútvonal eléri a 120 km per órát, míg Csehországban, Prága környékén, hát én magam tapasztaltam, meg 160 km per órával tud menni. Terveznek további esetleges 200 km per órás sebességű vonatot. most Csehország hasonló nagyságú ország, mint Magyarország, 10,6 millió, Picivel kisebb területe van, ugyanúgy szocialista ország volt négy évtizeden keresztül, mint Magyarország. Jó, történelmileg Csehország azért korábban fejlettebb volt, de a 40 év szocializmusa ott volt rajtuk. Sosem volt kétharmados kormányuk, jelzem az elmúlt 33 soha szinten mindig kormánykoalíció állt Csehország élén. A hogy rendszerváltás utáni első évek elmentek a szétválással. Így van. Voltak Csehország, a cseh politika, nem akarok ebben nagyon belemenni, nem is vagyok a cseh politika szakértője, de azért természetesen követem az utáni eseményeket is. Tehát Csehországban nem egy kormányválság volt. Kormányválságok voltak. Is így van. Tehát, és ehhez képest, ha az ember én akárcsak akár csak átmegy Csehországon keresztül. Az a benyomása, hogy az az ország jobban van összerakva, jobban működik. Tovább megyek, elnézést a de, de tovább megyek, mert az a helyzet, hogy ha Csehországon átmegyünk, az egy nyugati ország. És talán, a, talán az egyetlen olyan egykori szocialista ország, talán, nem tudom, hogy Szlovéniát ide soroljuk -e, vagy oda, lehet vitatkozni, de amin át, átmegy az ember, és azt mondja, hogy nem látja azt, hogy, hogy itt 40 évig szocializmus volt. Hát volt még egy, meghatá... egy nagyon érdekes élményem, amikor Prágában, május... május, Prágán keresztül átmentünk májusban, hogy Láttam olyan vasúti kalauzokat, akik olyan elegánsan voltak felöltözve, hogy leesett az állam. Tehát, mint repülőtéri sztjuárdeszek jöttek volna ki. Tehát jó, ez egy, egy apróság lehet mondani, de ö, számomra ez, ez, is azt mutatja, hogy, hogy az, a, hogy Csehországban valamit jobban csinálnak. Ugye Orbán Krisztiánnak volt, közgazdásznak volt erről egy hosszas előadása, írása, és ő hívta fel például arra a figyelmet, hogy Csehországban az 1990-es években a privatizációt is átgondoltabban hajtották végre, sokkal óvatosabban, lassabban, ugye volt... Munkavállalokat bevonva. Így van. Tehát, tehát, tehát magyarul, a, a, magyarul egy cseh nagyvállalat munkavállalóinál a privatizáció szó az nem egy olyan szó volt, ami után köptek, hiszen uh -huh. be voltak vonva. Igen, szóval, szóval a csehországi elit, és most ebbe beleírtam a politikai, gazdasági, kulturális elitet is, meg média elitet. Az valahogy úgy tűnik, hogy jobban működik. A, nekem egy ismerősöm mondta, aki tud csenyelven, azt mondta, hogy például a Csehországi Közszolgálati Televízió az veri a környékbeli Közszolgálati Tv-k színvonalát. Tehát, és arra még én is emlékszem, hogy jó néhány évvel ezelőtt. Már nem emlékszem melyik kormány, de komolyabb befolyást akart gyakorolni a csehországi közszolgálati tévére, és százezes tüntetés volt Prágában emiatt, és kénytelen volt a kormány visszavonulni, és azóta a csehországi közszolgálati tévében a mindenkori kormánynak akár a piszkos korrupciós gyanús ügyeiről is bemernek számolni, megvitatják a beszélgetős műsorokban az állami tévében, tehát, és a cseh TV emellett meglehetősen stabil anyagi alapokon is nyugszik. Tehát, hát, nem ezzel, bocsánat, hogyha egy kicsit elkarlandoztam, csak tudja, éppen a, a, amikor átmentem Csehországon, vonaton mentem át, és amikor megláttam a mérőt, hogy 160 km per órával halad száguld a vasút, Magyarországon meg lassú jelek sora ágasodik, és egyre rosszabb számos helyen a szolgáltatás, tudja, azért egyre elkeseredettebb ilyenkor a néző, illetve az ember, a magyar ember, hogy ezek szerint Magyarország tényleg csak erre képes a magyar állam csak ennyit tud. Oké, okay, csak az a kérdés, és akkor most fordítsuk le ezt a politika nyelve, a hétköznapi politika nyelvére, még akkor is, hogyha szerintem nagyon fontos azokat a távlatokat számoverni, amelyekről ön beszélt. De elverhető a por ezért Lázár Jánoson? Mert, mert az a helyzet, hogy jó, az Orbán kormány 14 éve van megszakítás nélkül hivatalban, amúgy kétharmaddal. De Lázár János csak két éve ennek a területnek a minisztere, és az azt megelőző években azért ezért a területért legalábbis részlegesen például felelt Vitézi Dávid is. És, és, hát az a helyzet, hogy a, a MÁV, hogy mondjam, nem feltétlenül tartott előrébb 2022 nyarán, mint most. Nem voltak ilyen fajta, tehát egymás után ezek a sintörés, kisiklott a vonat, le kellett zárni a fejpályodval, stb. Ez most így kulminálódott. De nyilvánvalóan nem volt jobb a helyzet 22 nyara előtt. És számomra egyébként az is nyilvánvaló, hogy ez, ez abban van igazság a Lázárnak, hogy, és gyakorlatilag az Orbán kormány egykori államtitkárán kívül szinte bárki más számon kérhetné Lázár Jánoson azt, hogy mit bűvel, de pont egy korábbi közlekedésért felelős, vagy közlekedési ügyekért felelős egykori kormányzati politikus, hát fura, hogy számon kéri, szerintem. Egy kicsit más a véleményem, mert uh, Vitézi Azért jó az a műsor, mert más, néha más... Persze, semmi gond nincs ezzel. Ugye Vitézi Dávid azért államtitkári rangban volt Lázár János, viszont szóval miniszteri rangban. Ugye a kettő között van egy olyan különbség, például, hogy a miniszter Abóvó részt vett a kormányülésen. Hogy mondjak egy dolgot, és hát a miniszter végső soron állíthatja össze a saját minisztériuma költségvetését. Nyilván a megadott szempontok alapján, meg a kereteken belül végső soron ugye a kormány szokott dönteni Magyarországon a költségvetésről, sokszor már meg se kérdezi a parlamentet, zárójel. Tehát, tehát azért Lázának nagyobb a felelőssége, bár abban egyetértek, hogy kizárólag Lázár János miniszteren elvenni a port nem lenne igazságos, hiszen az állapotok 22-ben sem voltak túl jók már, de én Vitézit annyiban respektálom, hogy ő legalább próbált terveket készíteni, vagy amikor még a budapesti. Hozzá, igen, azt akartam, között, hogy hozzá, hozzá kell tenni, hogy ő egy helyen kapott operatív, és. Tartós, vagy hát, hogy mondjam, több évre szóló szerepet Vitézi Dávid, ez a Budapesti közlekedési központnak a, 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 az irányítása volt, és ott tényleg érezhető Igen, én ezt történt. BKV használóként meg tudom erősíteni, Absolut. hogy abban a néhány évben azt hiszem négy évet töltött Vitézi Dávid a bkk élén, amíg ő volt a BKK élén, akkor volt a legnagyobb fejlődés a budapesti tömegközlekedésben, se előtte, se utána. Én utasként nem tapasztaltam olyan fejlődést, mint Vitézi Dávid idején. Hozzá kell tenni, hogy amikor Vitézi Dávidot kinevezték erre a feladatra, felháborodás fogadta az ő kinevezését. Egy szemtelenül fiatal ember volt akkor még, Fideszes Ficsúrnak is csúfolták, hogy na hát igen, tudjuk, Orbán Viktor közvetett rokona, hát nem véletlen, hogy pont őt tudták oda tenni, holott azért, ha egy kicsit igazságosabbak lettek volna az akkori kritikusok, akkor már tudhatták volna, hogy Vitézi Dávid nem akkor kezdett el közlekedéssel foglalkozni. Tehát neki ez volt, ha úgy tetszik, a mániája már, már tulajdonképpen gyekölyökként is. De kamaszként biztosan, és hát Vitézi Dávid számomra bizonyított, hogy ő, ő neki van, van vezetői képessége, és, és Vitézi annyit biztos, hogy tett, hogy terveket igyekezett kidolgoztatni a munkatársaival. És én azt szomorúan Tapasztaltam, hogy a kormány számos beruházást leállított, felfüggesztett. Ahogy Vitézi számos alkalommal szokta mondani, többek között a pályaudvar felújításokra vonatkozó, vagy a vasúti pálya fenntartásra vonatkozó beruházásaikat is Lázár kidobta az ablakon. Most ugye Lázár nem pusztán gonoszságból, vagy nem hiszem, hogy gonoszságból dobta ki, egész egyszerűen Magyarország kevesebb pénzzel rendelkezik a 22-es választási győzelem óta. Hiszen az uniós pénzeket befagyasztották, és az uniós pénzeknek csak a nagyjából harmadát oldották fel tavaly decemberben, tehát a uniós pénzek kétharmada körül még mindig vita van az Európai Bizottság és Magyarország kormánya között. Ebből adódóan ugye a Magyarország pénzügyi helyzetére gyanakod, nagyobb gyanakvással figyelnek a külföldi befektetők, sok volt a forint árfolyamával, ha még vissza emlékszünk, beütött az energiaválság is. Szóval 2022 második fele, 2023 egészen tele volt különböző problémákkal, amelyeket még az infláció is sújtott, és miután a magyar költségvetés helyzete rossz, ezért úgy gondolta a kormány, hogy a pénzt többek között ott lehet megfogni, hogyha a beruházások jelentős részét felfüggeszti. Ugyanakkor volt egy-két olyan projekt, amelyről semmiképpen nem volt hajlandó lemondani a kormányfő. Ugye ilyen volt a Ferihegyi Reptér üzemeltetésének a visszavétele, vagy 1500 forint körüli, vagy 1200 forint volt a vételár. Hát uh, aztán... bár 1200 forint lett volna. Akkor Tehát 1200 1500 körül is. Milliárd. Ö, ez, nem annyit ez mondtam? Rá, nem, nem, simán 1200-1500 forintot mondott. De jó de. Isten! <laughs> Hát igen, igen. Szerintem tehát... szerinte volna, hogyha ha ez Igen, búdunk. elnézést, hát igen. Kisebbségi befektetés. De őnek teljesen igaza van, tehát bár csak került volna. Igen, tehát. Öö... De egyébként, bocsánat, ez meg, ez meg azt kell hozzátenni, hogy 2005-ben, amikor a, hogy mondjam, a nulladik Orbán Gyurcsány vita volt, még mm. nem, a, nem közvetlen a választás előtt, hanem inkább egy ilyen beszélgetés volt az akkor volt és jelenlegi miniszterelnök igen, között, igen, nem akkor Orbán nem. Viktor már, fe, már mert kifejezetten kért egy Urcsányi Ferencet, hogy ne adják el a repteret, mert az, az egy, hogy mondjam, nemzet, nemzeti kincs. Aztán a Gyurcsány Kormány eladta a repteret ezzel egy időben elképesztő osztogatás történt az országban, tehát gyakorlatilag a, a, az a bevétel, ami akkor bekerült a költségvetésbe, a reptéreladásából, az világnyorsan el is volt, Szóval ebben viszont azért a Fidesznek és az Orbán kormánynak van igazsága, hogy nem, tehát ha akkor ez a döntés nem születik meg, és ha gyaníthatóan rövid távú költségvetési megfontolásokból, akkor, akkor, akkor ez az egész reptél problematika nincs ma. Valóban, ö, annak idején nekem se tetszett, hogy az aranytojás tojó tutyúkot, az is, vagyis a repter üzemeltetését eladta a magyar állam külföldi befektetőknek. Már csak azért se tetszett utólag sem, mert hát meg kell, hogy mondjam, hogy más nyugati repterekkel összevetve engem nem győzött meg annak az eladásnak a, Az eredménye. Nem, engem nem győzött meg. Az az igazság, hogy Hát azért a hiének ott maradtak, hát, akár előkelő engem, külföldi tulajdonosa voltak. E, tudja, a, nem tudom ki, hogy van ezzel, de aki mondjuk már járt mondjuk a Bécsi reptéren, vagy mondjuk a Frankfurtán-Májni repülőtéren, jó, ez mondjuk Mondok majd, más, nagyon ak szélsőséges ak példa, de, de akár, akármelyik Arafélszigeti repülőtéren. Hát az a baj, hogy szóval nekem, nekem a budapesti Ferihegyi reptér úgy tűnt hogy mint egy ilyen ö, ö, szegényes, falusias hely, és nekem szégyelni kellett egy kicsit magamat magyarként, nyugaton, ebből a szempontból. Tudom, hogy a nyugat, nyugat hanyatlik, tisztában vagyok vele, de ennek ellenére még a hanyatló nyugat még mindig képes jó. Ezért bátorkodtam keleti példákat hozni, hogy sajnos tőlünk keletre is voltak jobb, jobb példák, mint a Ferejgyi Reptér. De ha már itt tartunk, és mivel öt percünk van, ezért Ajaj, egy hú, egy hú, egy, hú, az itt... egy témát behoznék, és kapcsolódnék ide a -hmm. reptér problématikához. Orbán Viktor, adott egy interjút Szörösi Györgynek, ami Orbán Viktornak a YouTube csatornája jelent meg hétfő este, tehát egy nappal a felvételünk előtt. A Párizsi olimpiai szereplésről szólt, de szóba kerül természetesen az, hogy Magyarország, vagy a Budapest rendezne olimpiát, vagy nem. Úgy tűnik, hogy formálódik egy konszenzus az Orbán Viktor vezette kormány, és a Karácsony Gergely vezette főváros között ebben az ügyben, ami szerintem Szerintem helyes, hogy van ilyen konszenzus, mert enélkül igazából fölösleges is lenne belevágni. De mondott egy nagyon érdekeset a miniszterelnök, hogy a reptér visszavétele, azaz ő fejében a reptérről a fővárosba vezető közút és vasút felújításával együtt értelmezhető projekt, és akkor itt egy kicsit a, nem tudom, hogy a máv kapcsolódunk-e, vagy ez egy máv független vasúti beruházás lesz, de hát tényleg az a helyzet, hogy ahogyan akár vasúton, akár közúton a reptérről be lehet jutni a Budapest belvárosába, hát az egy tragédia. De tehát nem csak maga a reptérnek az állapota, és itt tényleg az a helyzet, hogy ezt nem verhet fel a magyar államon, mert itt az elmúlt közel húsz évben a magán tulajdonosok sem tettek ki magukért a, a reptéren. Tehát, ami a reptéről Budapeste vezető bármilyen közlekedési útvonalat illeti, az egészen kriminális. És akkor az ember ugye végig döcög ezen, a, ezen az úton, majd bele, belefut a kőbány a kispesbe, aminek meg megint egy Jaj, megint ne. egy szürreális. Szóval, hogy az a kérdésem itt a, a végére, hogy hogy amikor ilyen állapotban van egy főváros, ilyen állapotban vannak bizonyos állami szolgáltatások, ahogy mondtuk, nem minden állami szolgáltatás, de például a közlekedési infrastruktúraval azért vannak kihívások, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Szóval érdemese belevágni egy olimpia rendezésbe, vagy pont azért érdemes belevágni, mert hogy annak a, hogy mondjam, a hullámán ezeket a kérdéseket lehet rendezni. És akkor még egy mondat Orbán Viktor elmondta, és valószínűleg ebben van igazság, hogy ami a sport infrastruktúrát illeti, ott egészen jól áll Magyarország és Budapest, tehát ott szinte alig kellenek beruházások de pont a, a, az egyéb infrastruktúrális kérdésekben viszont hát beszéltünk róla a parlagfűtől kezdve a vasúti közlekedésen át a fővárosba bevezető utakig, főleg a reptérre bevezető útig, ott azért van, van tennivaló. Szóval hogy látja, hogy érdemes belevágni ilyenkor egy olimpiai pályázatba, vagy nem? Én alapvetően olimpia párti vagyok. Én örülnék annak. Egyébként én is. Tehát én örülnék annak elvileg, hogyha Magyarország megrendezni az olimpiát, hogy tegyem egyértelműen világosra az én álláspontomat. Abban már van kételyem, hogy felkészültek vagyunk erre, mert tekintettel arra, hogy mi milyen magyarosan tudunk dolgokat elintézni. Nekem például kételyem van abban, hogyha mondjuk csinálnánk egy gyors hasutat Budapesten, akkor nem lennének-e műszaki hibák mondjuk akár két-három éven belül. Emlékezzünk arra, Lázár János, ha már említettük, maga kelt ki a Mészáros csoport egyik cége ellen, mert hogy nem végez eléggé minőségi munkát. Lefva. Meg éjszaka végez munkát. Vagy éjszaka is. végez meg, És hát drágán végez, ugye ez is benne volt implicit abban a kérdésben. Igen, igen, tehát, tehát, tehát mondom ezt. Kapaszkodjanak ezt nem... meg a kedves nézők. Az Orbán kormány egyik miniszter azt állította, hogy Mészáros Lőnc egyik cége drágán dolgozik. Igen, szóval hát drágán, de. Nem, én... nem nagy a Tibor, vagy vagy Gábor állította ezt, hanem szóval az Meg nem Orbán is valamilyen ellenzéki politikus. Szóval, uh, szóval, nekem van egy kicsikei kételjem, hogy a szükséges beruházásokat, közlekedési fejlesztéseket milyen minőségben tudná az állam a vállalkozókkal megcsinálni, mert hogyha nagyon jó minőségben csinálja meg, akkor tőlem mehet a fákjás menet, akkor hajrá. Csak, csak ha már ön is említette, hogy az autópályák minősége hogyan alakult, akkor, az emberben egy kicsike kis kétely azért megbúvik. Tehát, tehát egyrészt sok, jelentősen csökkenteni kéne a korrupciós szintet, az egészen biztos. Másrészt, és az nyilván nem kizárólag a kormány felelőssége, olyan minőségi munkát kell elvárni és behajtani a vállalkozóktól, cégektől, ahogy tényleg nyugati szintű legyen. És, Ez... és bocsánat, itt hát egy hogy magyaroktól és külföldiektől egyaránt, Így mert van. az is, egy, az, is egy, az is egy jellemző tendencia, hogy, hogy, hogy nagyon idomulnak egy, hogy mondjam, országnak a a helyi kultúrájához a külföldi cégek is. Sőt, egy idő után, és akkor erre láttunk például a Fidesz előtti időszakban is, mm -hmm. hogy, hogy hát bizony, nem csak, hogy a korrupciónak a, a, a részesei, hanem sok esetben generálói voltak külföldi, egyébként például építőipari cégek. Én most arra gondoltam, nem cáfolva ezt, hogy, hogy az, hogy például a közutak, autópályák tényleg úgy legyenek elkészítve, hogy ne kelljen kátyúzni. É, én is erre gondoltam, így van. Na most az, hogy ne kelljen kátyúzni, ez lehet korrupció ügye is, mert hogy kisporolják esetleg az anyagot, de lehet mondjuk hozzá nem értés is, és akkor itt jön be, hogy milyen oktatása van Magyarországnak, hogy egy újabb állami szolgáltatásról beszéljünk csak úgy félmondatban. Tehát hogyha a, a műszaki iskolákban, szakközépiskolákban romlik, valahol a képzés színvonal, akkor természetesen nem fog az ország olyan munkásokat kitermelni, kinevelni, akik majd mondjuk akár az autópályákon jó minőségű munkát tudnak letenni az asztalra, vagy ha vannak is ilyen munkások, ők lehet, hogy elmennek nyugatra dolgozni. Magasabb pénzért. Tehát van egy ilyen probléma is. Szóval sokrétű a dolog, tehát én, én tehát amellett, hogy alapvetően olimpia párti vagyok, én attól tartok, hogy ma Magyarországon sem a munkaerő állománya, sem talán a cégek hozzáállása még nem biztos, hogy van olyan szinten, hogy jól elő tudnánk készíteni az olimpiát, hogy megfelelő színvonalú beruházásokat tudna az állam a vállalkozókkal és szégekkel együtt megteremteni. Tehát ilyen helyen van, mert azt higgyük el, hogy annak sok teteje nincsen, hogy marha drága pénzért megépítünk, mit tudom én, utakat, vagy felújítunk utakat, vagy épületeket, és aztán két-három éven belül már csinálhatjuk is újra némi túlzással az egészet, vagy egy részét, mert hogy már ott is kátyuk keletkezek, szóval ezeket el kéne kerülni, de hogyha valamilyen csoda folytán, és én néha hiszek a csodákban, Ezeket el tudnánk kerülni, akkor végül is lehet értelme az olimpiának. Most az nyilvánvaló, hogy a mostani költségvetési állapotában az ország nem képes arra, hogy előteremtsen 3-4 ezer vagy akár 6-7 milliárd forintot az olimpia előkészítésére a szükséges infrastruktúrális beruházásokra és az olimpia megrendezésére, bár nehéz pontos számot mondani, ahogy Fekete Győr András kedreggel az RTV-ben helyesen el is mondta, az olimpiai költségek, tervezett költségek meg szoktak ugrani, tehát azért ezzel is számolni kell, hogy menet közben hát úgy szokás, hogy többe kerül az olimpia, mint ahogy eredetileg tervezték. Az biztos, hogy a magyarság kollektív sikerélményét jelenthetné egy magyarországi olimpia megrendezés, hogy végre mi erre is képesek vagyunk. A legnagyobb világversenyt tudta Magyarország vendégül látni és tisztességgel megrendezni. Tehát én azt gondolom, hogy ez jót tenne nekünk, ugyanakkor egy kicsit emlékszem még a görögországi példára, nem sokkal az aténi olimpia után ment csődbe a görög állam, tehát a euróválság elsodorta, tehát, és hát sokra már nem tudtak menni az emberek, amikor tömegesen elszegényedtek Görögországba, hogy tehát néhány évvel ezelőtt is megrendeztük az olimpiát, mert az olimpia megrendezésének magasztos emlékét nem lehet a boltban levásárolni, és nem lehet abból kenyeret venni, és ezt az emléket nem tudjuk mi megenni, abból belőle nem tudunk jól lakni. Tehát fontosak a spirituális, lelki dolgok, a kollektív sikerélmények, de ugyanakkor hát az ilyen fr francos anyagi ügyekkel is törődnünk kell. Minden esetre azt... A, ahogy mondjam, a Nemzetközi Olimpiai Mozgalom, és egyébként ebből a szempontból ez szerencséje a Magyarországnak, a fenntarthatóság és a minél olcsóbb rendezés és minél fenntarthatóbb rendezés irányába megy. Tehát egyébként elméletileg egy Magyarország, Méreti országnak nem reménytelen úgy megrendezni egy olimpiát, hogy nem rokkan bele, mint például annak idején a görögök, mert a görögök részben ebbe rokkantak bele. Egyáltalán nem törvényszerű, hogy ez megtörténjen, úgyhogy én is azt gondolom, amit ön egyébként, hogy hogy nagyon jó lenne, hogyha meg tudnánk rendezni az olimpiát, és ezt úgy tudnánk megrendezni, hogy egyébként Magyarország erősödjön általa, ne pedig, pedig gyengüljön a szokásosnak egy picit talán optimistább végszóval zárjuk ezt az, az egyébként nem annyira derűs adást. Minden esetre szurkolunk annak, hogy a magyar állam minden a rendszere mondjuk úgy működjön, mint az elektronikus közigazgatás, uh -huh. és akkor szerintem mindannyian jól járunk. Köszönöm Nagy a Tibornak, hogy Én itt is volt. Köszönöm. köszönöm. a kedves nézőknek a figyelmet, és kérem önöket, hogy aki még nem tette meg, az iratkozom fel a Nap -híre YouTube csatornájára. Én Gavra Gábor vagyok, és ez volt az elemzőcímű műsorunk, a tervek szerint találkozunk jövő héten viszontlátásra.